terrorizmus. Németh Szilárd szerint április 8-án a magyar nép kiállta, be nem engedés és a határvédelem politikája mellett, és azért terroristázott is egy kicsit. Szanyi Ági cikke a zsurpubi.hu oldalán. Nem nagyon lehet körülírni, mindenki beszélő disznósajtja ezt posztolta a Facebookra egy pesti srácok cikkre hivatkozva. Osama Bin Ladennek, az Al-Qaida volt vezérének testőre, egy bizonyos Samia nevű terrorista állami segélyen tengeti életét Németországban. Havonta csak saját jogon 1167 eurót kap munkanélkül. Mikor a tisztességes, törvénytisztelő németek reggel dolgozni indulnak, addig ez a terrorista menedékkérőként még éppen a másik oldalára fordul. Erről a döbbenetes és megmagyarázhatatlan helyzetről adott hírt a Német Focus című lap. Ha nem álltunk volna ki április 8-án, be nem engedés és a határvédelem politikája mellett, hasonló cikkek jelenhetnének meg a magyar lapokban is. Nos, kedves Szilárd, mikor a tisztességes, törvénytisztelő magyarok reggel dolgozni indulnak, addig a Fidesz által beengedett terroristák letelepedési kötvényesként éppen a másik oldalukra fordulnak. Erről a döbbenetes és megmagyarázhatatlan helyzetről adott hírt számos alkalommal a magyar sajtó. Ha kiálltunk volna április 8-án a valódi, be nem engedés és a határvédelem politikája mellett, akkor nem kéne attól tartanunk, hogy bizonyos Samia nevű terroristák arcon robbantsanak egyszer. De említhetnénk az általat okoltalmazottként beterelt migránsok ezreit is, de a redős tarkót felett kimagasló, elmés gondolatok a piányoló sejduc ezt úgysem képes felfogni, mert dollárjelek takarják el az információkat.